A most következőkben Nadányi Zoltán, a Kutyám című versét tekinthetik meg Rekeszki Zoltán előadásában. Nadányi Zoltán, a kutyám. A kutyám halkan lépked lépteim után. Hőt, fagyot, boldogan tűr értem, nem hagyott. Szél, ha tombol, jég, ha ver, nem veri el a nyomomból. Ő azért van, hogy kísérjen engem. 4 év óta kísér, mint az árnyék. Ha nem volna, idegenül állnék. A mezőn, a kék-zöld végtelenben, hátra nézek, ott van, mindig ott van. Jön utánam halkan és nyugodtan. Nem nemes faj, korcsebb ivadéka, a hűsége minden érdeme, meg hogy úgy néz a szemembe néha, mintha mindent, mindent értene. Lelehajlok, hogy megsimogassam, ő hátára fordul erre lassan, és ott érzem ujjaim hegyén, dobogó kis szívét, ó szegény. Néha aztán vannak külön utak, otthon kell őt hagynom, ez a sorsa. Ekkor ő, mint akit szíven szúrtak, leroskad a kapunál a porba. Ott találom, mikor visszatérek, akkor tér meg ő belé a lélek. Ó, hogy megörül, ha megérkezem, hogy ugrál körül, nyalná a kezem. Kaputó az ajtóig követ, ott megáll, és hűség és remény csillog a szemén, hát, ha beljebb is jöhet. A bundája ázott, talpa nedves, de olyan szépen néz rám, jöjj be, kedves. Jöjj be, ha ez neked gyönyörűség, ne csalódjék a remény, a hűség. Nemzetközi ipari Kender konferenciát tartottak Opusztus szeren, ahol számos előadást hallhattunk a Kender felhasználási módjairól. A most következőkben ezekből tekinthetnek meg néhányat. Ödönös, mert kedves vendégeim, sok szeretettel köszöntöm Önöket Opusztus szeren a Nemzet bölcsőjében a mai konferencián. És bár sokan meglepődhettek azon, hogy egy Kender konferencia hogyan is kerül az Opusztus szeri történeti emlékkorban, de én azt gondolom, hogy ebben semmi meglepetés nincsen. Viszont a Kender akár az európai kultúrkörhöz, akár az ázsiai kultúrkörhöz, ahol a magyarság ide érkezett a Kárpát-medencébe szorosan kapcsolódik. Mi néprajzosok, általában kétfelé választjuk a Kender, a Cannabis sativára és a Cannabis indicára, mert mindkettőnek megvan a kultúrája és mindkettőt helyén kell kezdeni. Azért mégis a magyarságot a Cannabis sativa felhasználása jellemezte, már a honfoglalás előtt is, hiszen Kender szavunk már honfoglalás előtti szó, és a hozzá kapcsolódó feldolgozás szintén. Tehát feltételezhetjük jobban, hogy a nomádos, félnomád körülmények között élő magyarság termesztette a Kendert, és fel is használta. Nagyon érdekes, hogy ez évszázadokon keresztül a magyar parasság házikorának meghatározó növénye volt. De önöknek, akik itt vannak, nem kell bemutatni, hogy a Kendernek hányféle felhasználási lehetősége is van. Talán a legérdekesebb, hogy a magyar parasztgazdaságokból ez nagyon későn került át, akár hogyha a tesztéria készítést nézem az iparos réteghez, tehát a takácsok nagyon-nagyon későn kezdték el ennek az anyagnak a felhasználását, és ez megvan a sokáig a háziiparban. Miért van ez? Ezt a Kendert nagyon sokféleképpen felhasználták. Nagyon érdekes, hogy számos olyan területen is, ami nem nagyon ismert, mert sokan azt gondolják, hogy a kendermagos túl is azért, hogy kendermagos, mert a kendermagba letették, ez nem így volt, tudjuk, hogy a színe miatt, de az tény, hogy a kendernek a szárától a levelén keresztül át minden részét felhasználta a magyar háziipar, akár csak a textil készítésben, akár csak a gyógyászatban, hiszen, vagy akár a hirdelem világban is, hiszen a kendel magra a magyar népében rontás megelőző szerepe volt. Termesztéséhez számos hirdelem és szokás kötődött. Talán a legérdekesebb, hogy azt tartották megfelelő időpontnak, ugyanakkor teli volt, akkor
Ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy maga a gender, ugye mivel kiveszett érben van, hogy számos oka van ennek, azért mégis mindennapjaink része, és nagy problémát jelent az, hogy összekeverik az allergiát okozó növénnyel, ugye a parlatfűvel, és a parlatfűvel is vakendernek hívják. Én azt gondolom, hogy ez a konferencia, amelynek helye van itt okozta szerem, és reméljük, hogy minél többször ellátogatnak hozzánk, és minél többször összegyűlnek ezen témakör megvitatásában, ebbe ismeretek átadásában. Ez a konferencia hasznos lesz arra, hogy itt a Béla-földön, kendertermesztésnek több évszázados hagyományai vannak, ezen iparág újra elfúrjon, megtelepedjen, a fenntartható felhasználás, ugye azon felhasználásnak, amely környezetvédelemmel szorosan összefügg, egy olyan szerves része legyen, amely megteremti azt a feltételeket is, hogy a magyar vidék egy olyan iparágat indíthasson újra, amely helyben tudja tartani a fiatalokat és az elvándorlást, és valamint az elvándorlással kapcsolatos problémákat is, ha nem is teljesen egy kis százalékban meg tudja oldani. Ennek fényében kívánok én önöknek hasznos időtöltést, kellemes napot itt az emlékparkban, jó munkát kívánok a mai konferenciához. Köszönöm. Azt sem szabad elfelejtenünk,
de ezeknek az alapoknak az ismerete azt gondolom ellenőrizhetetlen ahhoz is, hogy az új technológiák bevezethetők, jól működtethetők legyenek. Igazgató úr is elmondta, mert pedig nálunk sokkal jobban tudják, hogy a rendszer milyen sok rétű növény, vagy minden porcikája felhasználható, hogy talán nincs is olyan iparág, vagy iparági szektor, amelyik ne tudná valamelyik porcikáját értelmen felhasználni. És most azért szeretném kiemelni ebben különösen az építőipart, annak függvényében is, vagy annak területében is, hogy tudjuk azt, hogy Európai Uniós irányát értelmében például 2020-tól gyakorlatilag az építőipar már csak passzív ház építésében gondolkodhat. És hogyha ezt a vetületét nézzük, akkor egyértelmű az, hogy ebben a tekintetben is a kender feldolgozás igencsak felértékelődik. És ebben az aspektusban kell megemlíteni azt gondolom a klímaváltozást is, ami megállíthatatlan, amit csak lassítani tudunk, és azt gondolom, hogy nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy a kender klímanövény. Így e tekintetben is az értéke felcsődhetetlen. Tekintettel arra, hogy azért a kender termesztés már állítanak az utóbbi időben egyre több helyen indulja és indul meg, azért az nyilvánvaló, hogy óriási nemzetközi piaccal rendelkezik, így én azt gondolom, hogy a kender termesztésnek jelenleg e tekintetben nincs túl nagy kockázata. És még egy indok, hogy miért a kender, az utóbbi időben azzal is találkozunk, hogy a termesztés jogszabályi környezete is, mint hogyha elülést mondanám, engedélyeztetései, bejelentési kötelezettség, én azt gondolom, hogy ezek fontos tényezők. Csongrád megyei önkormányzat, Csongrád megye speciális földrajzi helyzetében fogva, azt gondolom, kiemelt helyet foglal a határon átnyúló kapcsolatok koordinálásában és elősegítésében, mi számos határon vagyunk, Romániával, Szerbiával együtt. Mivel Romániában és Szerbiával és a Vajdaságban nagyon nagy útja van a kender termesztésnek, feldolgozásnak, nem volt véletlen az, hogy most Szerbiában egy közös projektben vettünk részt. Igen, én elmegyek a közülmert, mert például ezt a projektünket most adópályára tették, de nagyon bízunk abban, hogy belátható időn belül támogatottságot kapunk, hiszen ebben a projektben éppen azokra a feladatokra vállalkoztunk vajdasági partnerünkkel, amivel elő tudjuk segíteni a Csongrád megyei önkormányzat sajátos koordinációs készségével, képességével a kendertermesztés hagyományainak és a feldolgozásnak a visszavezetését. Mi úgy ítéljük meg, hogy a fejlődés útja 2015-től azért érzékelhető, nem csak Csongrád megyében, de Magyarországon. Ahhoz azonban azt gondolom, hogy ez tovább erősödhessen, pár fontos tényezőre van szükség. Az első ilyen az, hogy az ágazatban résztvevők, vagy résztvenni kívánok összefogjanak. Én azt gondolom, hogy ez a konferencia ennek méltó példája, és bízom benne, hogy még számos ilyen alkalommal és ilyen alkalommal mi magunk is részt vehetünk. Nyilvánvalóan egységes stratégiai tervekkel, összehangolt marketing tevékenységgel lehet csak érdemben ezt a munkát elvégezni, és nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy a képzés és az oktatás mindig kiemelt szerepet ugyanígy a kutatásfejlesztést is. Csongrád megye is eléggé jó helyzetben van, hiszen a Szegedi Tudományegyetem, a Bajzoltán Alapítvány, a Gabona Kutató mind olyan nemzetközi elismerésnek örvendő kutatóhelyek, kutató-oktató képzőhelyek, amelyek alkalmasak nyilvánvalóan arra, hogy segítsenek nekünk a munkánkban. És
azt gondolom, hogy nem kérdezhetetlen a települési önkormányzatok támogató hozzáállása sem. Látunk erre példát Csongrád megyében is, például a hagyi vonatkozásában, és természetesen, bár utolsó évben még nem magunkat, mert toppant szerint vagyok, de azt gondolom, hogy a Csongrád megyei önkormányzat sajátos koordinációs tevékenységével lehet az a gazdaságfejlesztő koordináló szerkezet, amely ebben a szegmensben is tud önöknek, a szakma szereplőinek hasznos segítséget nyújtani. Szeretném önöknek kiemelni azt a feladatunkat, ami most Csongrád megyében a területtelepülés fejlesztési operatív program kapcsán az egyik legfontosabb gazdaságélénkítő feladatként, ez pedig elindítottuk Csongrád megyében egy befektetés ösztönzési programot. A megyei önkormányzat a Csongrád megyei befektetés ösztönzési politika letéteményesen szeretne lenni, és természetesen ennek a befektetés ösztönzési politikának és stratégiának is kulcsprojektje a kerület fejlesztés és feldolgozás visszahonosítása a megyében. Én ennek jegyében szeretném önöknek megköszönni azt, hogy meghallgattak, és kívánok önöknek a mai napra jó munkát, hasznos információkat. Köszönöm szépen! Ha nem ilyen konferenciát fogunk találkozni, hanem azon fogunk egymással beszélgetni, hogy
konkrétan ki, milyen gyárat, milyen kutató bázis szeretne Szeged Elmi Környékére felépíteni, még egyszer sosem elmondták. Minden szöcskó érdevásáló csomagért fizetni kell X centet, a
mérgező kemikáliák és lelkező hatási szereket tartalmazó és folyamatosan kibocsátó termékek között élünk. Ez is az. Műanyag. Óceánjaink élővilága több helyen szerint szikertecsár társaságában él és pusztul el, belevajnak a műanyag csomagoló anyagokba, hogy azok a nyelésében. Erre megjönnek az elmegyadossági faktizációk, mint például a beszélő műtárgyázás, készántás és különböző mérgező anyagok mezőgazdasági felhasználása, és ebből következik, hogy a termőföld vagy elfogy, vagy tönkre megy, és válik kevésbé profitálóvá. A kender termesztése és feladatkozása a trendek korrigálását teszi lehetővé, és egy országgazdaságának előrendítését is. Igény van minden kenderből készült termékre. Szó szerint. A gyökerétől a virágjáig. Évekkel ezelőtt került kezembe egy kenderből készült családi stafilula, ez például. Egyszerű kenderből készült programozott, törölköző, antiknak mondható, több mint 100 éves. Teljesen natúr és tökéletesen használható. Lehet használni, lehet a törölközni, tökéletesen működik, használható. Kender termékeinket jelenleg Romániába és Kínába készítjük. Termésskálánkon meg lehet találni ruhanemüket, javacikeket, lábbeliket, lakbendezési textíliákat, kézműves és súti termékeket, papír, fonal, kötél, tevetel termékeket és más egyéb termékeket, amiben megint a lapunk, mindent lapunk. Notoként hoztam. Az az asztalon látható 100%-os kenderből készült termékeket Romániából is, meg Kínából is meg lehet tekinteni. A textíliák, a minőségét, hogy néznek ki, milyen a fogásuk, fantasztikus. Az ipari kenderből csak most kezdik jobban élni a múltban, miatt nagy reneszánszát a világ több országában. Az ipari roskender termesztésében, felhalmozásában és felhasználási területén való kutatások és fejlesztések is folyamatosan bővülnek, úgy az Unió, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában. Futunk Kína után. Szó szerint. 2017-ben tavaly az USA területén 9000 hektáron termesztettek kender, közel 20 államban. És az a szám több mint 2,5-szer több mint 2016-ban. Kanada 40,000 hektáron termeszt kender, főképp magra és olajat. Európa 44,000 hektáron termesztett kender tavaly. Kína 161,000 hektáron termesztett kender tavaly. Tehát kétszeresét, mint Európa és USA skala együttéve. Ők millió hektáron akarnak termeszteni kendert. 32 amerikai egyetem végez kenderre fókuszált oktatásokat. 1456 engedély van hivatalosan kiadva a kender termesztése az USA-ban. Új, magas hasonló fajták, hatékonyabb és automatizált termesztési és feldolgozási technológiák egyesítésével nagyon széles körű termékek előállítása, és ebből adódóan számos piac célozható meg. Rengeteg. Itt megemlítem például a kiváló minőségű kenderből készült hosszú falat, amiből számos terméket lehet gyártani. Kender kötéltől, a kender sejjel. Sejjel, mint a sejjel. Olyan, mint a sejjel. Nem tudom, hogy másképp elmondani. Ezt a sejjel száll. Kínálból csinálják az emberek, készítik. És sejjel. Amit a japán emberek
viselt magán, és a kínai vezető elitet. De emellett más számtalan egység, épesség, egészséges gyermekkorot promoltál utázati, lakrendezési és használati cikkeket, és másik a termékeket előállításához is kiváló kendőt. Ami mi igazán benne vagyunk, az most az a DIY, tehát készíts magad termékek előállítása. Ez a trend a mai felgyorsult élesztőkös is lassítását és könnyítését teszi lehetővé a kreatív és sokszor dekoratív módon, hogy mindenki legyen és büszkén mutathassa mesterművé és tanítassa magát a gyermekét kreatív technikák és tudások elsállítására, mint például a makramézás, a fordulás vagy kreatív gyöngyfűzés. Ugyancsak fontos megemlítene építészeti, könnyű és élelmiszer és kozmetikai és gyógyszeripari jellegű ugyancsak kendelmosból, magból vagy forróból készíthető termékek átfogó belepalettáját is. Sokan mondják minden konferenciában, hogy hányféle kendelmér termék készített kendelmér, 25 000-50 000, rengeteg féle. És még négy csak szerintem csak a tetejét kapcsolatok ennek egyébként. Ami most van, felsorolom, hogy Kender Post vagy például, Kender Préselt, ez ki van a piacon, mint Kender Téla, Kender Habacs, Kender Szigetelő Anyag, Szigetelő Gyakor. Tehát nem vagy gyakor, hanem Kender, Szigetelő Gyakor, ami egészséges. Ez a mutat az, hogy tavaly előtt Colorado-ba, Lavender, Denver mellett volt egy Kender konferencián, és egy jó ismerősöm, Szegely kollégóból, Kievből, ő épületeket szigetelve alakít át Kendellel. És nagyon érdekes volt, hogy mondta az előadását, hogy tudjátok, mikor építettek a házakat, akkor maszkot feltesztek, szigeteltek, festetek, megcsináltak mindent, és utána kész van a ház, és mondja, hogy miután ez a ház kész van, akkor a maszkot tartjátok, és fönt, az egy mérgező ház, amit építettek. És mindenki nagyon meglepődött. Ez így is van. Biokender plasztik, ami hálózatnevezés mutatóknál is használatos, készvételiek mutatására. Tehát ezt lehet máshogy lenyomtatni bármi biokenderből. Betéltek kender papír, kenderba és az abból kinyertek anyagok kozmetikában és számtalan testápoló cikkekben való felhasználása. Ugye azok a célokra használ cégét a termékek előállítása. Élelmiszer cikkek hosszú sora, a kender tejtől, lisztről, a kender penyéig, az étadalékig, a kiegészítőkig, a proteinkészítményekig és a kender sörökig, ami már volt említve egy pár perc ezelőtt. Itt persze én állítottam meg nagyon sok más terméket, amit kenderbe lehet készíteni, például a bio etanol festékek, oldószerek. De bízom benne, hogy érzékeltem a kender fontosságát és sokféle való felhasználási lehetőségét. Kína, Kanada, Hollandia, Franciaország, Németország, Románia, Ukrajna nagyobb területeken termel és dolgozza a kendert. Ezen országok között Kína az első helyen, termelőterület és technikai terén. Technológia és versenyképesség terén a kínai állam külön kenderprogramban támogatja a kínai kender feltalmazó ipari láncolat részeseit. És nagy jövőben terveik vannak ennövényel kapcsolatosan. Export kedvezmények, adókedvezmények, és különböző kedvezmények, aki kenderbe foglalkozik Kínában. Az állam nagyon támogatja őket. Kínai tudósok új enzimákkal való rostkijelítés
fényelés technológiát dolgoztak ki, ami lehetővé teszi az országban használatos pamor képek felhasználását, kenderben a mátálásban és könnyed kivérésére. Egy fantasztikus dolog, tehát pamor készül ebből a kemény kender szállból. Nagyon finom pamor. És tehát tudják használni a meglevő gépeit, nem kellene új gépek. Ausztráliában 6-4 államban van kender program, és az államok is erősen támogatja a kender farmereket és a feldolgozókat, akik új helyi munkahelyeket létesítenek. És hát egy kicsit játjelent Magyarországra, kívül összetekintve Magyarországra, mert mind élve. És úgy látom, hogy Magyarországra, ebben a régióban is vannak kender projektek különböző stádiumokban, de inkább kezdeti stádiumokról beszélhetünk. Ahhoz képest, mint hogy már voltam itt van is, hogy Magyarország kender hatalom volt. Nagy hatalom volt. És ahhoz képest most más helyzet. Én itt most próbálom mindkét gyakorlatilag felvenni a jelenlegi helyzetet, és rájönni, hogy mi sem a stagnálásunk az oka. És most stagnálunk itt Magyarországon, toporgunk, tekintetünk, konferenciát járunk, és ott megáll minden, megköszönjük. És ott az a kérdésem, hogy felteszem a kérdést magamnak, és utána próbálok válaszolni is a kérdésre, de ezt felteszem mindenkinek. Fel kell mérni valamit, hogy tényleg ki mit gondol el, hogy a tényleg nem van a kezdeni fakai, de gondolkodik abban, hogy kell-e majd valami vissza, és lesz a kezdeni fakai. És nem gondolkoztam, hogy minőségi betűn majd, vagy termőföld hiány azok? No, nem. Betakarítás és tárolási nehézsége? No, nem igazán. Alapanyag hiány? Is. Igen, és még nem is. Megfelelő technológiával, finnish kész termékelőállítás, előállított gyártóegységek? Igen. Legyen is igen. Gyártási és marketing szakember hiány? Igen, és meg nem is. Nemzetközi piac hiány? Igen, és meg nem is. Projektindítványozó és vezető? Igen, és meg nem is. Finanszírozás? Igen, és meg nem is. Egy regionális klaszter hiány? Töltségem. Ahhoz, hogy bárki is sikeres legyen egy bizalomra és összefogással, akkor a partnerkapcsolat rendszerbe alakítja működésre van szükség. Ez a megoldás itt Magyarországon, ez lenne a megoldás. Mi a Hentiknél közel követjük a trendeket, termékeket fejlesztünk, kiállítunk, marketing és kiállítás programokat készítünk, és szervezünk Brüsszelben, az EU-ban. Vevőjeinkkel közösen promotáljuk termékeinket, és magát a kender és az élésstílus, amit a kenderből készült termékek adnak. Napok és egészséges életmódot, amiről a sok megyek között élő ember csak álmodik. Tehát segítünk egyébként álmaikat, megvalósítani álmaikat. Mi a Hemtiknél erősen hiszünk partneri kapcsolatok erősségek és alkalmazásában, és szerintünk ennek koncepciósnak van jövője. A jövő, illetve azonban nem csak magunkra, a jövő illetve azonban nem csak magunkra, de az utódainkra is gondoljuk, amikor kétobázva töprengünk, hogy mikor, mennyit esünk, és hol, és miképpen dolgozunk fel, és kinek hagyjuk el az elképzelt végkermékeket. 18 évben 6 darab, Szegeden készült, Lasszukut Ginekójával, én mondtam meg a világpiacnak, egymagam. Akkor még nem volt minőség kendesség a piacon, a magyarban és az olaszon kívül. Az idők folyamán ez a kép és a piac rengeteget változott, a vevők és a felhasználók minősége, és mindig újabb kéne jó vevőszolgálatokkal és árakkal. Kiváló a minőség és vevőszolgálat az, amiben komoly értéket adunk a klienseinknek.
minden ebben a szektorban gondolkodó, vagy már tevékenykedő cégek és egyének összevonására és további tette való serkentésére. Köszönöm szépen! Ismerni, hogy azok a dolgok, amik
ezt lehet mondani arról, hogy tulajdonképpen a Kenderágy nevű az, amiben nyugodtan és tisztán bírsz aludni, mivel hogy nem izzadsz meg benne és nem fázol meg. Azon kívül nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a kender, az ipari kender, az a növény, amit nem szabad és nem lehet összehasonlítani a kanábisszal. Tehát nem egy olyan dolog, amit össze lehet hasonlítani, és nem is kell, hogy összetévesszük őket. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a kanábisznak a THC tartalma a 0,2% fölött van. Hogyha ez alatta van, akkor az már nem kábítószer. Kábítószer is nem okoz, vagy nem teszi meg azt a nem tudom, hogy megyek. Nem a hatását, hanem a dependenciát, tehát hogy a függőségét ettől. Most itt fel az előadás alkalmával az is, hogy Kína, az Egyesült Államok, Anglia és Románia. Ezek azok az országok, amik versenyképesek és versenyt okoznak és verseny okozók lehetnek a kenderpiacon, sőt Magyarországon is. Hát megnyugtatom a kedves közönséget, hogy Romániában a kendernek a termesztése sokkal rosszabb állapotban van, mint Magyarországon. Egy ilyen összehasonlításképpen azt szeretném mondani, hogy Romániának az összterülete és az a terület, ami jó a kender termesztésre, az 70 ezer hektárra rúg fel egész Románián. Hát ez nem egy óriási terület, mert tudjuk nagyon jól, hogy a kendert nem lehet a kárból termeszteni, nem lehet akármilyen magasságra felvinni, tehát a hegyekbe, vagy a dombtetőkre, vagy akár a laposba a víz mellett, de kell tudni, hogy a legjobb időkben Romániában 55 ezer hektár kendert termesztettek. Na most ebből a kender termesztésből a 89-es évek után nem maradt, csak 1000 hektár. Ez az 1000 hektár úgy van elosztva, hogy körülbelül 600 hektár termesztenek Szilágy megyébe és Bihar megyébe, és 400 hektár körül Temes megyébe. Ennek is a nagy része, körülbelül 100 hektár, az vetőmag termesztésre, tehát kender vetőmag termesztésre használják a Lovrényi kutatóállomáson, és ebből az a következtetés vonhatjuk le, hogy bizony nem versenyképes ez a helyzet. Mire köszönhetjük ezt a hátrányos helyzetet? Annak, hogy tulajdonképpen eladták az összes felolvasztó és gyűjtő gyárakat, és teljesen lelombolták és megszüntették a szemiglósi feldolgozó gyárat. Ha valaki átment Csanádon Szemiglós felé, mielőtt bemész Szemiglósra, bal oldalon ott volt a kender gyár, és ott mostan a Zopász nevű olasz cég működik, tehát nincsen már belőle abszolút semmi. Ugyanezt lehet mondani a Bilédi olvasztóról, ugyanezt lehet mondani a Gyergyámosiról, és ugyanazt a Zsombolyairól. Tehát, hogyha akarnánk is újrakezdeni a régi technológiából feldolgozott kendert, nem volna helyünk, ahol ezt ebből indítsuk. De nagyon fontos az, hogy manapság az új technológiával, az új elképzelésekkel, az új gépekkel teljesen mást lehet már csinálni, mint
az előtt a klasszikus technológiába. Erre is bazírozunk, erre is várunk mink is, mivel hogy én a bársági magyar gazdákat képviselem, nekem az az érdekem, vagy az volna az érdekem, hogy találjak egy olyan feldolgozót, egy olyan gyárat, aki ezt a kendert feldolgozza, mint a gazdát átadnánk neki, és cserébe megkapjuk azt a fizetséget, ami kifizetődő lenne és legyen. Azon kívül nagyon fontos, hogy ennek a gyárnak és az egész körnek bezárult része az ipar, a kereskedelem legyen, a piac, ahol ezt az árat, vagy azt az árat, amit számítunk, megkaphatjuk, és vagy egy szövetkezet, vagy egy egyesület, vagy egy fejlesztő központon keresztül ezt sikerülne tovább fejleszteni és vinni. Azért nézem a filmet, mert tudom, hogy 15 perces, tehát annyira szabtam az előadást, és gondolom, hogy ez nagyon fontos, nem csak abból a szempontból, hogy ne lopjam az időjüket, tehát azért is, mert ez nagyon érdekes dolog, nem csak mint előadó, hanem mint vállalkozó is. Tehát a kedvemnek az a fontossága, hogy azt szeretném még mondani, hogy a 90-es évek után egy hektár kendernek a megalapozási ára kb. 1500 lej, tehát ez kb. 500 euró. Hogyha az eladó, tehát a vetőmag és a szárak eladásából, vagy abból, amit begyűjtöttünk, a kenderföldről kb. 3000 lej jövedelmet bírunk kapni. Hát ez a 3000 lej az 1500-hoz képest elég szép összeg és elég szép profitot bírna produkálni, vagy ütesíteni a gazdák részére. De sajnos ez a feldolgozási rész az nagyon sok költséggel, nagyon sok befektetéssel jár. Nem olyan nagyon egyszerű csak a száraktól megszabadulni, elvinni a gyárba, és az meg törődjön vele, hogy mit csinál. Azért nekem az volna a gondom, hogy az érdekem, hogy ebbe a szövetségbe, az egyesületbe, aminek én úgy képzelem, hogy ez volna a legjobb megoldás, egyik része legyen a gazda, az, aki előállítja a kendert, egyik része legyen az, aki feldolgozza, és a harmadik rész az, aki eladja. Mert attól függően lehet egy ilyen körkapcsolatot, egy jó árat szerezni ezeknek a kendertermelőknek. Ahogy mondtam, mivel én gazda vagyok, és a gazdákat képviselem, igen, csak ez a része érdekel. Nagyon jól tudjuk, hogy ezt, amit láttak itt, kézi munkával nagyon sokat kínlódó és gondolkodó ember dolgozott. Nagyon sok kézi erőt kellett befektetni ebbe a kendertermesztésbe. Hát, hogyha ezt meg lehetne oldani, és gépesíteni, és továbbvinni, akkor lehetne igazából a kender jövőjéről beszélni. Mert addig, amíg ez nincsen megoldva, addig bizony most már a mai körülmények között a mai paraszt, a mai gazda inkább vett 50 hektár búzát, mint 1 hektár kendert. Én nagyon jól tudom, hogy ez a kendertermesztés egy borzasztó vagy óriási erő felhasználással történt, mivel hogy 89-es előtti években egy ilyen állami, egy állami gazdaságban dolgoztam, és több mint 200 hektár kendert kellett, mert akkor úgy volt a megegyezés, hogy mindenki azt csinálja, amit a pár vagy az államvezetés mondott, nem azt, amit kellett, vagy amit akart. És tudom, hogy körülbelül két hónapig az összesen
két hónapig csak ebben dolgoztunk, és ezt manapság már nem tudja, vagy nem akarja senki sem megcsinálni. Nagyon érdekes volna, hogyha mondom ezt a erő felhasználás épozgó dolgokat sikerülne gépesíteni és sikerülne megoldani. Még azt szeretném mondani, hogy itt van egy szép kender szál, vagy csomó, amiről azt kell mondani, hogy nem a legjobb kvalitással bír, mivel hogy egy ilyen kender csomónak a magassága legalább 3-4 méter kell, hogy legyen, mivel akkor finom a szála, akkor erős és hosszú. Mert azok, akik átveszik a gyárakban, azok tudják, hogy bizony a hosszú szál az, ami értékes és érdekes benne. Nem a pozdorja és nem a zajja a rövid szálú kender, amiből csak kócolt, amiből csak kötelet, esetleg sárkat lehet csinálni. A szőttesekhez viszont nagyon hosszú szálak kellene, és azok nagyon fontosak ahhoz, hogy jó minőségű kendet lehessen belőle előállítani. Másik nagyon fontos dolog a szálaknak a színe, mivel hogy ezt is letetett lábjolt egy pillanatra, azt csinálták, hogy lúgos ízbe forrázták le, mivel hogy nem volt kémiai vegyszerű, hogy azt a fehérítsék, tehát a lúg volt az, ami fehérítette a szálakat, és abból lettek a fehér szálak. A lúg tehát, a lúgot kapták a hamukból. A hamuk és a víz meleg víz keverékéből lúg keltért, ami kifehérítette a szálakat. Nagyon fontos még azt megjegyezni, hogy a kendernek nagyon fontos része az, amiből óriási hasznokat lehet behajtani, az a pozdorja. Ezt nem csak téglák és építőanyagok készítéséhez nagyon fontos, hanem a pál nevű fa termék, tehát amiből összepréseli a pályát. Ebből 7 féle minőség van. Az első 4-et Románia 89 előtt az első 4 minősége mind Angliába szállította ki, amiből bútor lett feltolgálva. Tehát nem akármilyen fa, nem ezek a préselt, a préseltet is, de jó minőségű és nagyon könnyűek. Ebből annyit lehet összeállítani, amennyit az ember csak akar, mert az összes pozdorját, fel lehet használni. Kell tudni azt is, hogy a pozdorjának a nagy része, tehát a 80%-a, 90%-a alkalmas ezeknek a lemezeknek a készítésére, csak az utolsó, vagy a legrosszabb minőség jó, vagy elégséges arra, hogy préselt téglákat, vagy préselt építőanyagokat lehessen csinálni. Hogyha felszállítjuk azt is, hogy a magok, azok, amik óriási mennyiségű vitamin tartalmaznak, a Q3-as, a Q6-as vitamin, ami tudjuk, hogy össze lehet hasonlítani a cápaolajjal, meg a szomon, tehát a hal, az északi halolajakkal, és ennek az aránya is óriási erejű, mivel hogy 1:3-hoz létezik ebbe az olaj kivonatba, amit hideget préselve kapunk. Azon kívül nagyon érdekes, hogy Herodotosztól elkezdve, amikor már azt írta Herodotosz előtt 4000 évvel, hogy a szkita harcosok a harc előtt egy italt ittak, annak az italnak a kender volt az alapanyaga,
also work as a subsecretary of the agriculture secretary of Bajdonyon. Parlamenti munkája során többször találkozott a kezdetlenítés problémájával, 2002-ben egy akcióterv is készült a tartomány kormány részére, mint a tartomány parlament elfogadott, de a megvalósítás elmaradt. During his work within the parliament, he faced many times the problems of hemp growing and hemp production, and because of this, in 2002, then an action plan was made connected to this issue, and later it was also accepted by the colonial government in 2002. 2016-tól pedig a mezőgazdasági és élelmiszerügyi állandó bírósági szakértő a szerbeli felső bíróságon. He's also a member and president or founder of a great number of civil organizations and also the vice president of these organizations. And since 2016, he's also an expert of food industry at the Supreme Court in Serbia. Szép napot kívánok mindenkinek, Balcsúlyi István vagyok, a Vajdasági Magyar Oktatási Egységének elnök, ez elég a magyar az emaradt oktatási egysége volt. Nagyon örülök a fölkérésnek, hogy vegyek részt ennek a konferenciának a elkészítésében és előadóként is fölkértek. Ebben az évben már a második kendőt konferencia, amelyben részt veszek, és az első valahol májusban volt, hogy kb. 19-20-an vettünk részt, most pedig örömmel veszem észre, hogy duplázódott, sőt négyszeredődött a résztvevők mennyisége, félrevevők száma. A kenderről már sok mindent hallottunk, és tudjuk, hogy van indiai kender és van ipari kender, a természetesen ipari kenderről beszélünk, valami szakítváról, amely az egyik legértékesebb rostnövény, a térség legfontosabb textil növénye volt és lesz. A szakemberek állítják, hogy a kendőr a legősibb ipari növény tudatos termesztése már az időszámításon kerül 10.000 éve létezett. A kínaiak Szent Nanya császár idejében már ételt, ruhanemült, halászállott, kötelet, és a gyógyászatban sebkenyőcsökkel készítésére használták. A legrégebbi írások megjegyzés, időszámítás előtt körülbelül 440 éve a kender felhasználásáról van, és a növény és a belőle készült nyers vászonról szól, ahol a nyers vászon, vannavásznak írják le. Ezt a kannavásznat híres festők, Rembrandt, Van Gogh és szeretettel használták festményeink készítéséhez, és nagyon kevesen tudják, és nem tudom, hogy az amerikaiak vagy végre tudja-e, hogy az első függetlenség nyilatkozatot is, amit kézzel írtak, kender papírra írtak, és az első független amerikai egyesült zászló is kender vászlóból lett. Barba. Nagyon nehéz szétválasztani, hogy Szerbia vagy
legjelentősebb vásárlói egyike Anglia volt, akik a vajdasági kendert nagy szeretettel vásárolták, mert nagyon hosszú kóca rendelkezett, tehát jó minőségi kóca rendelkezett, és ez elengedhetetlen alapanyaga volt a kötélgyártásnak, amit az angolok elsősorban a hadihajó kötélzetéhez használtak fel. De ezek a termékek megjelentek Törökországban, Szíriában, Svédországban, Hollandiában és Németország piacain. A kendet termesztés a Felkap-medencében kiválóan alkalmas területek közé tartozik. Rostjából vásznat, zsákot, konyvát, szőnyegeket, kötelet lehet itt előállítani, és lehet majd újból előállítani. Az Erd család 1907-ben Kócságon, Kocsászín nyitja meg Európa egyik legnagyobb kendetfeldolgozóját és kötélgyárát. Ebben a gyárban több mint 200 munkás kezd el dolgozni. 1929-ben ez a gyár már több mint 800 munkást foglalkoztat. A képek, ahogy a kender termelők átadják a gyár előtt várakozva a kendert, és a gyárban először a földjek válogatják a szálakat, majd utána tológépek próbálják ezt zsinegét vonni. A második világháború előtt Bánságban azt lehet látni Magyarország, Románia, az a barnás terület és Belgrád körül az ott a külön területnek számított. Itt volt a legnagyobb kendefeldolgozás, ez a kendere foglalkozó cégeknek a mennyisége, ez több mint 200 kenderrel foglalkozó vállalkozás volt a Dunai Bánságban. A második világháborút követően 1949-ben a régi Jugoszláviában több mint 108 ezer hektáron volt kendertermesztés. Kivitelben ekkor 21.855 tonna készült kendertermékét szállítottak. A vajdasági legnagyobb kenderfeldolgozó települések Petrőce volt, Útság, Apatin, Kutak, Szegedhöz nem messze lévő Zenta és Báskója. Ezek a települések valamiképpen általában vízenyős vízparti vagy kis tavak mennén voltak. Például Korkoson még mindig megvan az úgynevezett kendertor, ahol a röszkeiek, móraharmiak, akik termeltek kendert, nagy szeretettel hozták át oda 41-45-ig áztatni a kenderüket, hogy utána tovább tudják párulni. Vajdaságban a Petrőce, másik Petrovac nemesi intézetben foglalkoztak, és foglalkoznak ma is az ipari kendet kérdésével. Legismertebb szakembereink, Vajdas Botor, Benyény János már nincs közöttünk, ő foglalkozott legbehatóbban a kenderrel és a tökkel. Úgy nevezte magát, hogy világot ő az egyetlen egy tökológus. A magnépűi tök, tehát a hénynépűi tök mag nemes ütése és vajdaságban az ő nevéhez fűződik. Ebben a pillanatban Szerbiában 8 ipari kendert említ a fajta jegyzék. Ez a Novosadská konopja, tehát újvidéki kender, a Diana, Kerena, Marina, Unico, B, Kompolti, a Kompolti sárgaszálú és a Kompolti hibrid TC. 2003-ban lett a helyen a engedélyezett fajtában minősítve, kiváló mag és kóc minőséget tud biztosítani. A marina fajta erős növekedése, és ez elérje a 3-tól a 4 méter, kiváló kóróképző minősége van neki, és ezáltal jó a kóc minősége. A helyen az kék, aki
négyzetméterenként szintű mennyiséget, parcella teljes mértékű koordinátáit, vetés idejét, aratásnak idejét, csépeltmag mennyiségét, és minden olyan dolgot, amivel esetleg valaki azt mondhatná, hogy ez nem ipari kender, hanem indiai kender. Úgy szintén a belügyminisztérium engedélye is szükséges hozzá, minden már a mezőgazdasági minisztérium által kiadott engedélyekkel bemutatni. Amennyiben ez nem sikerül bemutatni, és ez mellett elvetjük a kendert, akkor a mezőgazdasági minisztérium keményen szankcionálja a dolgokat. Az előbb már hallottuk, hogy az Európai Unióban 40 ezer hektár van. A 16-os adattal 30 ezer hektár mutat az ipari kenyeret bevetett területről. A legnagyobb felhasználó az élelmiszeripar, ezért nem is csoda, hogy a közkedvelt a kenyer van termesztése, mivel hogy ezt olajat sajtolnak bele. A hidegen sajtó kenyernak olajat Hajdúságban többet között a Tolottál vásárhelyén, Tegeljasszan, újítan kisipari vállalkozás gyártja. Kendermagot ismert termelőtől vásárolja, amiről szigorú nyilvántartást vezet. Palackozottan kendermagolajat már kiépített kiskereskedelmi hálózatok körülző értékesítés. A kendermagolaj könnyen emészhető, csökkent a koleszterin szintet, erős, daganatellenes hatása van. Közép-Szerbiában magyar határtól kb. 400 km-re lévő Szokobanyai üdülőközpont van él Miroslav Ilić, molekuláris biológus, aki az életét a víznek és a kendernek szentelte. 2005 óta foglalkoztatja a kender és a gyógyászati felhasználás kendernek gyógyászati felhasználása. Az általa telepített ültetvényről aratott magot még őrli, olajsajtot belőle és különböző gyógyászati kérmeket és olajokat készít. Többször volt már rendőri intézkedés áldozata, de most már tudják, hogy minden engedélye megvan a legális ipari kender termesztéséhez. Abban az időben is meg volt neki az engedélye, de ezért aztán azt gondolták, hogy ez indiai. És az érdekes, amikor májusban voltunk a kenderbe mutatom a parcellán, akkor is megjelent előttünk a rendőrségi helikopter is nézni, hogy mit csinálunk. Több ültetvénye van neki különböző területeken, lombok és hegyek lankáin, ahol semmilyen vegyszeres kezelésben nem részesülnek a szomszédos parcellák és a ő parcellái sem, így teljes bio minőségű terméket állít elő, és ehhez certifikáttal is rendelkezik. Másik híres fürdőváros egyik a másik által a 60 km-es vízszinti távolságban található, Vörnyaskabanya. Külföldön területén él Igor Bogdanovics, aki a kendergóló feldolgozásával foglalkozik. Kisüzemében modern technológiát alkalmaz, és a kendergólót így dolgozza fel. Az áztatott növényt meg minden részét felhasználja és értékesíti. Amikor ott jártunk náluk, akkor nagy bálákban érkezett hozzá a kendergóló, kőbálában, ezt kihajtotta, kiegyenesítették a bálát, lehajtották a bálát, jött az eső, vagy éppen meglocsolták, és így áztatták a kendergólót, és a gépeken utána történt a földolgozása. A kozdorját több frakcióban, több minőségben osztályozzák. A port is a legkisebbet abból beletett készít, vagy pikettet, a kicsivel nagyobbat pedig az arab államokban szállítja lóistálók alap mennyiségének. A kendergózot is több minőségben
állítja elő, így az aranyapsárga és a bardá kócot. Ezt külön osztályozzák és külön tudjuk értékesíteni. És ami érdekes, foglalkozik kenderbeton gyártással, próbálkozik, technológiát dolgozza ki, és az az érdekes, hogy ők már kenderbetonból építettek föl két házat, amire megvan az engedélyeztetésük is, de nincsenek megelégedve a minőséggel, saját maguk nincsenek megelégedve a minőséggel, és próbálnak további minőséget belevinni a kenderbeton gyártásba. Szentmélyen az iparág fejlődését látják, és ezért 2018-ban már közel 150 hektár várt betakarításra. Az elkövető években várjuk, hogy a mennyiség elérheti a 350-400 hektár területet, és itt kell megemlíteni, hogy a hektár után járó állami támogatás Szerbiában 30 és 40 euró között van. Mert Magyarországon ez sokkal-sokkal nagyobb mennyiség, Szerbiában mindegy, hogy mivel van bevetve a mezőgazdasági földterület, 30-40 euró az a állami támogatás, ami jár bevető területre. Az éghajlat a termőtere, az akarat is adott. Itt a lehetőség, csak meg kell alagni. És lehet látni, hogy mi mindenre lehet felhasználni a kendert. Hallottuk már, hogy gyökértől a csúcson lévő bugáig mindenit föl lehet használni. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Használt, de még kiváló állapotú számítógépet és internet elérést kaptak a Napsugár otthon lakói. A számítógépeket dr. Juhász Tünde kormány megbízott adta át. És ez dolgokat, igen. Jó, neki kezdök. Hogy nem várok. Nem. Így. És állunk, igen. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm önöket. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy a mai napon egy kicsit nem a megszokott hatósági, hivatali feladatait láthatja el a Csongrád megyei kormányhivatal. Az ügyben járunk itt, hogy ajándékot hoztunk, hiszen ajándékot adni jó, ajándékozni öröm, és különösen öröm olyanoknak ajándékot adni, akik örülnek is az ajándéknak. Számítógépeket hoztunk, olyan számítógépeket, amelyek tökéletes műszaki állapotban vannak, azonban a Csongrád megyei kormányhivatalnak az elmúlt években megadatott az, hogy több száz munkaállomását le tudta cserélni még modernebb eszközökre. És én azt gondolom, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében fontos gondolnunk és gondoskodnunk azon embertársainkról is, akiknek például egy ilyen használaton kívüli számítógép bizony ajándéknak tekinthető. Én azt gondolom, hogy itt önöknél is ezzel színesebbé tehetjük a hétköznapokat, a szabadidőben eltöltött idővel talán még izgalmasabb, még érdekesebb információkhoz, képekhez juthatnak, hiszen a világháló az kitágítja az itt töltött napokat, és talán még a kapcsolattartásra, az internet, a családdal való kapcsolattartásra sok hasznos információ beszerzésére is lehetőséget ad. Úgyhogy én örömmel adom át jelképesen és valóságba is ezeket a számítógépeket igazgatóasszonynak, és bízom benne, hogy jó egészséggel használhatják az itt lakók ezeket a gépeket, és a jövőben is örömmel segítünk, bármiféle ilyen lehetőségünk lesz. Gondolni fogunk önökre, és fogjuk hozni az eszközöket. Köszönjük szépen! És akartam mondani, mert már nem az első hely, ahol vagyunk, hogy majd hát ki fogja megtanítani a gépkezelést, de hát úgy föl vannak zárkózva a mai világhoz, hogy le a kalappal. Sőt, az unokák ott vannak a háttérben, professzori szinten. Így van. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy itt mutogatni kell, hanem itt már kész tudással ülnek le a gép elé, és már szörfölnek a világhálóra. Hát igen, ha nem, akkor meg fogunk segíteni. Kormányzat asszony, nagyon köszönjük lakóink nevében ezt a lehetőséget. És hát ahogy igen, el is mondta,
próbálkoztunk itt az elmúlt években, és már akár még oktatással is, és már gondolkodtunk gyorsan, hogy hogyan is fogjuk tovább megoldani. Egyrészt valóban az unokák segítségét fogjuk kérni, természetesen, mert ez is a családi kapcsolattartásnak egy nagyon jó nyitó kulcsa lesz, illetve hát természetesen a szociális és terápiás munkacsoport is be fog ebbe segíteni, valamint, amit tovább gondoltuk, közösségi szolgálatos tanulók érkeznek hozzá folyamatosan, akár délután 1-2 órára, ők nagyon otthon vannak. Az biztos. És már is végig gondoltuk, hogy akár mit szeptembertől elkezdődhet egy kis oktatás, vagy egy kis segítségnyújtás. Egyrészt valóban megismerkedhetnek olyan területekkel, amiket már nem biztos, hogy el tudunk menni gyakorlatban meglátogatni, de így biztos, hogy meglátogathatják, akár a Káli-medencét, vagy a Balatonfeldi réget, vagy bármelyiket, így igaz, meg nagyon fontos a családi kapcsolattartásban. Távol érő gyermekek, akár skype-olással, akár bármi. Tehát úgyhogy nagyon-nagyon hálásan köszönjük. Részünkről az öröm. Használják egészséggel. Köszönjük szépen. És annak örülünk, hogy a meglátásuk az, hogy majd fogjuk használni, és érdekel bennünket. Hát biztos vagyok benne. Nagyon szépen. Különösebben kísérletet teszünk a tanulásra. Mindenki úgy kezdte. Mindenki, soha nem késő. Igen, és így van, pontosan. Tovább a világot. Így van. Én is mindig a természet filmeket nézem, és azt hát az meg kimeríthetetlen mennyisége van. A természet. Úgyhogy nálunk nagyon-nagyon jó vevőre talált ez a számítógépes program, és egyetlen azon leszünk, hogy nem csak a jelenlegi lakóink, hanem aki még fogjuk egy kicsit reklámozni, hirdetni, minél inkább, és bízunk benne, hogy minél több másnak. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! És engedje meg nekem, hogy nem viszont, és csekészségben, ez, ahogy mondtam, foglalkoztató, ez a lakóink által készített, nagyon kis egyszerű, de annál több szeretetet tartalmazó és kézügyességet tartalmazó kis ajándékot. Nagyon szépen, köszönöm, nagyon aranyosak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Illetve egy kis kávéval, ásványvízzel, nem, köszönöm, nem, semmi, teljesen jó állapotban vagyok, általános jó állapotban, úgyhogy nem fokoznám a helyzetemet. Mennyi ideje van? Őszi piknik a tündérkertben elnevezésű programmal várta a betérőket Hatvani Mária kert tulajdonosa. Erről egy montásfilmet készítettünk önöknek. Thank you.